Kirúgták a Calais-n el az úton sétáló migránsok közé hajtó kamionost, a férfinak indoklás nélkül mondtak fel, mert még próbaidőn volt a cégénél. Az Origónak azt mondta, hogy nem támadja meg a döntést, és már van is egy új állásajánlata. Mi van? A csávók, megjöttek a csávók. Hölgyeim és uraim, migrante! Ma már több mint 3 millió megtekintésnél jár a legnagyobb videó megosztó oldalon annak a magyar kamionosnak a videója, aki a franciaországi Calais-nél vette fel útja egy részét. Az asszonyaitok meg a terroristák ellen harcolnak gépfegyverrel! Rohadnátok el! A férfi folyamatosan kommentálja az utat, legtöbbször az út mellett, illetve az aszfalton sétáló menekülteket szidja. Egy már felmászott rám, csak szólok, hogy itt van mögöttem. Most mászik a traktor, meg a pótkocsi között. Mert kimegyek, agyon szúrom, esküszöm, a taktikai késsel le fogom szúrni a patkányt. A sofőr ezután ki is száll a kamionjából, majd néhány másodperc múlva visszapattan, ezután szabadulnak el igazán az indulatok. Gyere a A felvételeken jól látszik, hogy a férfi direkt az autópályán sétáló migránsok közé hajt. Többüknek odébb kell ugrania, nehogy elüsse őket a kamion. Miután a különböző médiumok felkapták a videót, a férfi úgy nyilatkozott, hogy az akciója durvábbnak tűnik a felvételen, mint amilyen a valóságban volt. Ráadásul az, ahogy állítja, csak egy kikerülési manőver volt. Többen egyébként feljelentést is tettek a férfi ellen közúti veszélyeztetés miatt. Gyerekek, Calais-ból nem szabad menni Angliába. Felfogtátok? A videó ezzel a mondattal zárul, és az már biztos, hogy eddigi munkáltatója megbízásából nem fog Calais-ben járni, mert azonnali hatállyal megszüntették munkaviszonyát. A cég indoklás nélkül mondott fel neki, hiszen még csak egy hónapja dolgozott ott, próbaidőn volt. A sofőr az Origónak azt mondta, a döntést nem támadja meg, mert már amúgy is kapott új munkaajánlatot.